Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, <kül> október utolsó szerdáján szólhatok a nézőköz, hallgatókhoz sok szeretettel. Mindenkit örömmel köszöntök ezen a napon is, abban az alkalomban is, hogy még mindig tűrhető az időjárás, bár most már talán minden nap ott az esélye, a lehetősége annak, hogy megjön még akár az első hóesés is, már ilyenkor mindenképpen ez is szóba kerülhet. November 19-e Szentterzsébet napja, ez most nem aktuális, csak mondom, hogy egy szép emlékem, hogy egyszer ezen a napon, ami egyébként édesapám születésnapja volt, már gyönyörű havazás volt Szegeden, úgyhogy bármikor lehet most is, ebben az évben is ilyesmi. Tehát hallgassuk meg a mai október 30-ára <coughs> rendelt evangéliumot. Egyébként Szent Lukács könyvéből származik. Ez itt most nem hivatalos felolvasás, mint ahogy egy Szent misén, tehát azért ilyenkor nem mondom be, hogy az Úr legyen veletek, meg a végén nem mondom, hogy ezek az evangélium igéi, hanem csak egyszerre azt kérem, hogy hallgassuk meg. Abban az időben, vagyis egy alkalommal, Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Majd visszatérek erre a mondatra, remélem nem felejtem el, de most folytassam, ugye? Valaki megkérdezte tőle, uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így válaszolt: Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, Sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura fel kell, és bezárja az ajtót. Ti kint vekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón. Uram, nyis nekünk ajtót! Erre azt feleli majd nektek, nem tudom honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek, ha veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál, de ő megismétli. Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem, mind ti gonosztevők. Ott majd sírás és fogcsigorgatás lesz. Amikor látjátok majd Ábrahámot, Isákot és Jákobot, és mind a profétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Na, hát kedves testvérek, ugye azt ígértem, hogy az első mondathoz visszatérek. Bocsánat, hogy itt közben a hajamat igazítgatom, bár a múltkor éppen ettől ezért kaptam dicséretet, hogy olyan közvetlen vagyok. Hát tényleg én látom, a kedves testvért, aki most csodálkozik, hogy megszólítom, pedig komolyan éppen önre gondolok, aki most ugyanúgy néz a TV kamerára, mint én itt a magam előtt lévőre. És hát ezért bátorkodom, ilyen közvetlen lenni, közvetlenebb, mint a templomban, amikor ki kell, hogy fejtsem, hogy nekem éppen mi jut eszembe az adott evangéliumban. Szóval azt mondtam ugye, hogy az első mondatra visszatérek. Hogy szólt az első mondat? Útközben tanított nem is olvasom végig, még ezt az egy mondatot sem. De vajon csak szavakkal tanított? Ez lenne az én költői kérdésem, és remélem, hogy minnyáján kórusban válaszolják, hogy nem. Hát akkor mivel? És most itt nem is valami érdekes gesztikulálásra, tehát kézmozdulatra gondolok csak. Azt is Tudom, hogy valaki szívesen nézi, hogy egy pap hogy mozgatja a kezét, vagy egyáltalán mit láthat a televízióban a kezéről. Vagy, hát az is jó, hogy hallom a hangszínét, hogy mély, dörömbölő hangja van, mint Bözsöny Ferencnek a híres rádió bemondónak volt, Isten nyugosztalja őt. Vagy éppenséggel egy kellemes női hang az, ami felolvasást tart egy templomban vagy esetleg felolvas szent leckét egy szent misén. Biztos, hogy ugye egyet értünk ebben, nem csak így lehet tanítani. Most képzelődjünk. Én úgy képzelem, hogy ugye Jerusálemből ment éppen valahova, nem, bocsánat, Jerusálem felé, tényleg általában így van, Jerusálem felé ment Jézus, és közben tanított. Na most ott voltak egészen közel hozzá, szerintem majd hogy nem tolakodva, vagy melyikük juthat közelebb hozzá, melyik érintheti meg a ruháját. Ugye beugrik mindenkinek, hogy hol volt, hol nem volt. Egyszer egy asszony, aki tudta, hogy ha csak megérintem a ruha szegényét, meggyógyulok. És meggyógyult? Meggyógyult. Nem hiszed el, járj utána a kacska-macska farkát. Higgyük el azokat a csodálatos dolgokat amelyeket a Bibliában olvashatunk. Tehát tolakodtak szinte Jézus körül. Péter, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Simon, Tádé, Máté és Júdás. De nem csak ők akartak hozzá, hozzá közel jutni, hanem Jézus is, ő hozzájuk. Ezért semmiképpen nem tudom úgy elképzelni, hogy Jézus tanította őket, hogy ment az úton és csak előre nézett, és azt látta, hogy milyen szépek Galilea dombjai, vagy hogy fest az a fügefa ott az út szélén. Nem, szerintem rájuk nézett. Talán néha nem is bírta ki, megállt, mint általában előfordul, hogy ketten sétálunk az úton, ugye, és beszélgetünk, és jó esik néha megállni egy picit, és, és egymás szemére nézni, úgynevezett szemkontaktust teremteni és úgy mondani tovább, amit addig is mondtunk egymásnak. Jézus is így tette, és még az is lehet, hogy nem csak az apostolokkal került, akart kerülni ilyen igazán testközelbe, hogy esetleg még azt is megtehette, hogy hol Máténak, hol mindegy, melyiket mondom, Bertalannak, a vállára tette három másodperccel a kezét, és persze tudta ő, hogy a többiek is hallják, de ennek az egynek valami oknál fogva még nyomatékosabban akarta mondani, hogy én ezt mondom neked, nem csak az apostoloknak, hanem neked, András, neked, János, most, miután mondom, hogy neked, majd mondd a saját nevedet, kedves testvér, aki nézed most a tévét, én is a sajátomat fogom mondani, hogy azzal megpróbáljam átérezni, hogy Jézus nekem prédikál, engem tanít, szóval nekem, Jóska atyának. De, hogy a vállára tette a kezét, az is egy dolog a sok, sok megmutatkozásnak azok közül, amelyek bizonyították, hogy Jézus mennyire egy akart lenni velük. 13 mentek ők ott az úton Jeruzsálem felé. Mert azért még az is lehet, hogy már benne volt az ő szándékában az is, hogy néha megállt mondjuk egy úton, ha jött valaki szembe, és ha az a valaki köszönt neki, ha csak annyit, hogy látva, hogy ez egy valamilyen ilyen vándor tanító, hogy salom, akkor Jézus is visszaköszönt, béke veled. És ha annak a mosolya, a derűs arca esetleg megengedte, hogy még szóljon hozzá is három-négy szót, akkor lehet, hogy most nélkülözte egy rövid időre az apostolok társaságát, látványát, és hozzászólt. És akkor már lehet, hogy megkérdezte tőle is, hogy te honnan jöttél most? Vagy hova mész testvér? Merre vissza az utad? Kit hagytál otthon, vagy kihez mész? És ez volt az egyik legnagyobb tanítás az ő részéről, amit tehát adott az apostolokon keresztül, tulajdonképpen nekünk, mert hát mi is volt ez a tanítás, az, hogy szeressük egymást. Úgy el tudom képzelni, még mindig ebben a képzeletben élek, hogy voltak -e, jó oda szaladt hozzá. Nem tudott vele tovább menni, mert, mert dolga volt, de egy rövid időt ott töltött. Belehallgatott abba, hogy mit is tanít. És ha nem is hangosan mondta, de megköszönte az Istennek, égre emelte a, a tekintetét, és valami ilyesmit dünnyögött magában. Köszönöm, köszönöm, Atyám, hogy találkozhattam ezzel, a, ezzel az emberrel. És erre tanít tehát meg minket is, hogy igenis tudjunk egymással együtt lenni, és úgy élni meg minden örömet, minden gondot, bajt. Jézus tanítványai vagyunk, így szoktuk mondani, tanuljunk tőle. És tulajdonképpen mára legyen is elég ez a bizonyos gondolat, feltételezés, hogy Jézus megmutatta, hogy mit kell csinálni. És nem csak tanította, nem csak a szája járt, a szíve is dobogott. Miattunk is, értünk is, érted is megint azt akarom, hogy ott ülsz az ágyat szélén, vagy kinn a jó napsütésben még, de azért fölöltözni, mert már csalós az idő, és mégis Jézus szól hozzád, neked akarja mondani azt, hogy szeretlek. Szeretlek téged. 21. században élő magyar férfi, nő, fiatal legény, fruska lány, gyerkőc, kisavodás, Meg téged is, Jóska atya. Én ezt hallom. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!